الدناز 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 الدناز. Még egy utolsó képsor erről a kukáról, és vágtázunk tovább az Atlasz irányába. Nos, szervusztok! A expedíciónak mindig vannak olyan része, amik amikor véget is érnek. Az iménti képsorok alapján bizony keményen belecsaptunk a lecsóba, és áthoztalak benneteket a Szaharából, Kapásból, Kvárzazát környékére, az Atlasz vidékére. Az Atlaszról el kell, hogy mondjam, hogy nem kizárólag Marokkó, hanem ezen kívül még Algéria és még egészen Tunéziáig átnyúló részei is vannak. Mi elsősorban filmünknek ezen részében azokat a részeket szeretnénk nektek bemutatni, amik Kvárzazát környéke, a Tizin Tiskahágó, utána Marrakesh és környék, azaz a túloldala a hegységnek, aztán visszajövünk egy újabb hágón, a Tizin Testem, közben megmásszuk egy picikét, vagy legalábbis megpróbáljuk bejárni a legmagasabb csúcs, a Topkál 4116 méteres magasságú csúcsának környékét is, valamint autókázunk a hóban, és egy kicsit próbáljuk bemutatni azt a világot, ami Afrika, és mégis hóról és jégről. Na hello! Igazándiból most kezdődik a móka. Mondhatnánk azt, hogy csak és pusztán ember szeretetből cseréltem kereket. Természetesen a defektünknek is azért közrejátszott a dolga. Az Atlasz átkelés előtt vagyunk, és az Atlasz várhatóan nagyon drasztikusan havas lesz. Mondhatni azt, hogy a Budapest-Bamako egy bemelegítés volt a hazafelé vezető úton történő Atlasz átkeléshez. Musi, musi, mondták japán kollégáink, mindaddig, ameddig az expedíció során velünk tartózkodtak. Mármint telefonálás esetén az olasz úgy veszi fel, hogy pronto, a magyarok esetleg belehallóznak, jobb esetben még be is szoktunk mutatkozni, ám de Hegedűs úr, aki 20 évek óta él Tokióban, illetve Takeda bácsi, de őket ha telefonálni hallottam, akkor mindig a musi-musi elnevezésű szavakkal kezdték a mondandójukat. Én meg azzal kezdem a mondandómat, hogy itt vagyunk Marokkóban, én már Budapestban, akkor 2018 hazafelé vezető úton gyorsabban nem tudom mondani, rettenetesen fázunk. Áthágoltunk a Tizin Teszt elnevezésű hágón, az Atlasz immárna hátunk mögött, így meg is tudom mutatni, hogy ott a hátunk mögött van. Valamint az imént megpróbáltam bemutatni a kutyámat, de a mokkás kockányi akkumulátor a Hero Plus 3 anyám kínjába lemerült, mint a nyavaja. Úgyhogy akkoriban még a kutyám az így recegett, mint a kiskutya. És ez volt az a kézi készülék, amiben aludtunk, illetve nem én, hanem a jelen esetben a doktornő aludt. És ez a tetősátor van megbintázva a Trabant expedíció egyik célkitűzésének megfelelően, úgy, mint űrszemétnek. Felhívva a figyelmet arra, hogy ahol járunk most Afrikában, a szemétgazdálkodás úgymond szó szerint nem működik. Aztán visszateszem a látképet az Atlaszra, és ott a felkelőn a fényétől talán még fogjátok látni, hogy ott a havas hegycsúcsok, annak ellenére, hogy Afrikában járunk, 4000 méter fölé fognak magasodni, bár ez még itt csak az előhegység, és majd a Topkál lesz az a csúcs, amelyik 4000 méter fölött van egy nemzeti parknak a területén.
Hajrá, Atlas! Még mielőtt bolondnak néznétek, teljesen természetesen nincs ennyi hegy Marokkóban, hanem mi, hogy mintázzam, mint a mérgezett egerek, jöttünk, mentünk és mentünk. Felsomolni se tudnám, hány hágón mentünk keresztül oda-vissza, indulván délről, átmenve a tízintiskán, visszajönve a tízinteszten, aztán a tízinmanó se tudja melyiken. De sok-sok hágót bejártunk annak érdekében, hogy A-tól Z-ig meg tudjuk ismerni ezt a hegységet. Amit most bemutatok nektek, az konkrétan a Tokkára való felfelé vezető út. Mint említettem, 4167 méter magas ez a hegycsúcs. Meg nem másztuk, de egész jól meg tudtuk közelíteni autóval is. A maradékból kicsit bekótoltunk még gyalogláb. Íme a képsorok. És akkor érkeznek a végső képek, avagy az atlaszban végződő képek. Felsorolhatnám, hogy hány hágon, hány tízinen mentünk keresztül. Nem hívom tízin anyánkinnyának, hanem inkább a 13 literes hágónak neveztük el, amikor annak a hágónak a fogyasztását mérve a Trabant fogyasztása remekelt egy 13 literbe. A navigátorom nem mondta azt, hogy nem mehetek rajta, de azt megfigyeltem, hogy az egész úton végigkapaszkodott a biztonsági övbe. Nagyon szép volt, jobb kéz felől a szakadék, előttünk a lemenő nap, út egy dekase, kátyú-kátyú hátán, ugyebár sár, jég, víz, és le kellett ereszkedni, mert nem éjszakázhattunk fönt. Ezzel fejeződik be az Atlasz-hegységünk, és áttérünk majd egy kis más témára, gasztronómiára, kultúrára. Allóra. Egy szép olasz kifejezés, aminek a körülbelüli magyarságos fordítása a Dikmá Hé lenne. És álmuljatok és bámuljatok azon, hogy milyen volt egy ház, amelyet belülről megvizitálhattunk Marokkóban, milyen a táplálkozás tudomány couscous, tagine formájában, mi a saláta, amit Marokkóban mindig mellé adnak a kajának. Következő képsoraink pedig majd bevillantják azt a hölgyeknek szánt lehetőséget, amikor a fiatalember argán olajat présel házilag, amit elárulom a lányoknak, hogy nem csak szépészeti termékként, hanem bizony meg is lehet enni. És imhol elérkeztünk a kedvenc témámhoz. Piacon vagyunk. Itt rögves megjegyezném, hogy a piacoknak egyetlen hátránya van számomra, minden arab rettentően fél a kutyától. Tehát rendesen megnyílnak előttem a sorok akkor, amikor beviszem egy ilyen tömött, túlzsúfolt piacra a kutyát, és az emberek pánikszenőre menekülnek előlünk. Még talán a felnövekvő nemzedék nem, mert lásd, ő igaz, hogy be van zárva és megfelelő biztonsági intézkedés ellátva, de nem fél a kutyámtól. És akkor következik az a rész, amikor visszatérünk a piacra egy nyugalmasabb részére, olyan részét találtok meg a piacnak, ahol a kézművesek saját maguknak dolgoznak. Van cipész, aki cipőket reparálja, visszaviszik megreparálni a régi teáskannákat. Ezek a piacok tulajdonképpen olyanok, mint egy bezárt terület. Tehát tulajdonképpen egy kvartier ott a városon belül, és külön szekciót képeznek azok a művészek tulajdonképpen, akik a régi, megunt, de még el nem dobandó dolgokat megreparálják. És imhol az, ami nekem nagyon hiányzott. Egész Észak-Afrika környékén alig-alig találtam várakat. Végre itt azt, amit lehetünk, ez Tázernak térségében egy romvárat, amit feltételezhetően a spanyolok építettek, és egy szakértőtől utána informálódva, elcsodálkozva hallottam a választ, hogy miért is nincsenek itt várak. Tulajdonképpen Maghreb térsége mindig is egy ilyen átvonuló övezet volt, ahol jöttek, mentek, raboltak a népek, de Isten igazából nem telepedtek meg, és azért nem is védték. Teljesen természetesen például a tengerpart vonalában, mondjuk Tanzséban, a spanyolok építettek várat, és védték is a tengerszorost, de itt, ezen a belső területen, hiába van meg hozzá az építőanyag, a kő, itt nem nagyon találtunk várakat. Azért a harcos mi volt megvaradt itt, és következő képsorainkon azt fogom megmutatni, milyen az, amikor nekivág az ember a tilosnak. Mi most vágtázunk egy bizonyos terület felé, ami ráközelítünk a vasútvonal elérésével azt a területet, ahonnan tilos. Nem szabad megközelíteni az Algír határt, a mai napig tiltva vagyon ez a turisták részére. Azért én mesélek nektek erről a dologról, hogy milyen is ez. Milyen is az egy olyan területen bent kommandózni, amikor ha Marokkó irányából nézed a dolgokat, akkor
víznyelő helyeket, itatókat lesz. Visszafelé útról nézve viszont Algériából ezek kőkeményen betonbunkerek. És inkább ki is jövünk erről a területről. Halló, halló! Ez a 10 tonnás híd, amely e fölött a kísérteties vízfolyás fölött folyik el, vagy áll, ez az Ózud vízeséshez fog vezetni bennünket, mert próbálom kitenni fejétek a szurdoknak a lehetőségét. És ezzel jöttünk át Trabanttal ahhoz, hogy fel tudjunk menni az Ózud vízeséshez. Halló, halló! Mondanám azt, hogy nem kiabálok, de fogok, mert a hátam mögött lévő vízesé zaja el fogja nyomni a mondani valóval. Marokkóba járunk a naplementében, az Ózud elnevezési vízesésnél, ami egy hihetetlen természeti csoda itt ezen a vidéken. Most ugyan a hátam mögött lévő víz nem túl színpompás és világos, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen tünemények mindig úgy buzgalommal töltik el az ember szívét. Hát ámuljatok és bámuljatok. Körbe vezetlek benneteket ezen a Cascata Ózudon. Csirividi ámó. Ez egy újdonságos olasz szó az elköszönésre. Mi is elköszönünk Afrikától, behajózunk, megérkezünk majd a rettentő, kemény, kőkemény európai télbe, hazavágtázunk, Magyarországon kicsit ejtőzünk. Ha tetszettek ezek a képsorok, akkor titeket pedig arra kérünk, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok bennünket, és a közeljövőben is tekintsétek meg a filmjeinket. Köszönjük szépen! Szervusztok!